Versenyfeladatokat oldanak meg a szülésznő hallgatók, akik az országos megmérettetésre érkeztek. A szervezők teszteket, orvoslástörténeti kérdéseket és ügyességi feladatokat állítottak össze számukra. A vetélkedőt először szervezték meg, apropóját Hugonnai Vilma, az első magyar orvosnő születésének 175. halálának 100. évfordulója adta. A grófnő nem dolgozhatott orvosként, ezért bábaként segített az asszonyoknak. A Debreceni Egyetemen 2006 óta oktatnak szülésznőket, a verseny célja a képzésben résztvevők hivatásválasztásának támogatása. A mai versenynek a témája a bábaság története. Hallgatók nem tudják, hogy milyen feladatok várnak rá, de azt tudják, hogy milyen témakörből és milyen szakirodalomból készüljenek és készültek a mai napra. Tehát ez a mai napnak a fő témája a bábaság története. És ehhez is kapcsolódott egy bevezető előadásunk dr. Balázs Péter professzor úrtól a Semmelweis Egyetem népegészségtani intézetéből, aki a bábaság történetéről 2020-22-ig felvezet ennek az útját. Az országos versenyen 4 csapat mérte össze tudását. Ők képviselték azokat az intézményeket, ahol szülésznőket képeznek hazánkban. A nyíregyházi csapat mellett Szombathelyről, Győrből és Budapestről érkeztek versenyzők. Minden ilyen interaktív feladatban nagyon szívesen részt vállalunk, és hát ez egy rendkívül jó lehetőség volt arra, hogy így a többi egyetemmel is kicsit megismerkedjünk, mert eddig nem volt ilyen fajta rendezvény. Igazából kicsit ilyen kérdőjel is volt bennünk, hogy vajon mi vár itt ránk, hisz ilyen még nem volt korábban az években, nem tudtuk senkit sem megkérdezni, hogy mire is számítsunk, ezért ez egy ilyen felfedezési számunkra, hogy most mi lesz, és így büszkén elmondhatjuk majd a következő generációknak, hogy hát mi voltunk az elsők, akik ebben részt vettek. A vetélkedőhöz kapcsolódóan bábaság történeti kiállítást is nyitottak a Debreceni Egyetem egészségtudományi karán, ahol régi orvosi eszközöket, könyveket és a bábaasszonyok visszaemlékezéséről szóló kisfilmet is megtekinthetnek az érdeklődők.